Üdvözlöm Önöket! Vendégem Blaskó Árpád, kulai származású és Szabadkán élő grafikus, aki a Desiré plakátjait, szóróanyagait, bedzseit tervezte már tavaly is. Jó napot kívánok, szervusz! Jó napot kívánok, szia! No, hát egyébként itt látjuk a termést, tehát ennek apropóján hívtalak én most ide téged, ugyanis hát nagyszerű munkák, és nagyon szembeötlőek és hatásosak. Volt-e követelmény, volt-e megszorítás egyáltalán egy ilyen jellegű fesztiválnál? Hogyan indulsz neki a munkának? Hú, hát követelmény az persze mindig van. Valójában tavaly úgy meglepetésszerűen ért ez a felkérés, és akkor nemrég költöztem ide Szabadkára, és akkor valójában az volt az első, hogy az első ilyen, hogy mondjam... Milyen az tematikai, tehát témabeli megkötés volt? Megkötés az valójában nem volt semmi, csak az, hogy ugye avantgárd legyen, és hogy tükrözze a fesztiválnak a közben én mutatom, igen. Ez a tavalyi. Igen, ez a tavalyi. Volt egy olyan elképzelés, hogy azért Kosztolányinak az arca az legyen rajta. Ugye az eddigi Desirés fesztiválokon is mindegyik plakáton valahogy Kosztolányi valamilyen formában megjelent. Habár most az utolsó beszélgetéskor ugye úgy majdnem, hogy elhagytuk, ugye így lett a fejetlen plakát változat. Mm-hmm. Ezt pedig akkor mutatjuk rögtön. Igen, az idejét ami, is. Ami valójában a katalógusra rá is került. És ugye az előzőn a Dávid szobron szétfröccsenő Kosztolányi arc. Itt ugye itt nem jelenik meg Kosztolányi, viszont utána a következő plakáton, vagyis hát mind a két plakát egyszerre megjelent, azon van egy ordító Kosztolányi fej. Az, hogy milyen tartalmakat használsz, ugye, hogyha ezt a kettő plakátot vagy kollást megnézzük, akkor ugye a Dávid szobor az egy olyan ősi értékrendet képvisel, vagy tehát, hogy ahhoz képest, amit egy Terminátor, ami elsőre eszembe jut, tehát egy stílusbeli váltás teljesen más a kettő egy év távlatából. Tehát ilyenkor mitől függ az, hogy milyen tartalmakat bontasz ki, vagy milyen tartalmakra kollázsolsz rá egyebet? Hát mondjuk mindig van egy vezérelv, ugye, aminek számomra vezérelv van, nem biztos, hogy a fesztiválra is az. Mi egy ilyen apró hozzáfűzés mindig, hát általában ugye a Kosztolányi Színházból, azaz Urbán András szokta ezt elmondani, és akkor tavaly volt egy ilyen, hogy szép, ebből indult az egész, ez aztán teljesen elveszett, és lett az I am Desiré, ugye, és én a Dávid szobor a szépből indult ki. Ez volt az alap. Igen, és utána valójában egymásra épülnek a dolgok, ugye, úgyhogy itt a maga a szobor, mint a szépségnek a jelképe, de utána ez mind erre fejlődött ki, hogy I am Desiré. És végül is ugye más értelmezést kapott eleve a videóval is, amikor Kovács Ákos megcsinálta a videót, hogy ugye valójában a Dávid szobor szétlövi a saját fejét, és úgy lesz Kosztolányi belőle. Itt megtámogattátok a plakátnak, igen, a tartalmát, ha így tetszik akkor ezzel a videóval. És hát így összefonódnak a szálak. Most a második, azaz az idei, ne számomra a második, igen, azaz most a hatodik Desiré, az a Terminátor, ez az első ilyen reklámplakát, ami valljuk be nem is volt a legsikeresebb, csak a bejelentő billboard a Pátriánál, ott mondjuk a We Are Alive volt a vezérszlogen, és ami utána változott a Dead or Alive-ra, és hát a We Are Alive-ból indultam én ki, nekem az volt a legfontosabb, hogy itt élő halottak, azaz élve vagy halva, és így lett ebből Terminátor. Hát most ugye ezt lehet úgy is nézni, hogy a kortárs színházi látogató is ember, vagy nem, ugye, hogy ez igen, egy ilyen kicsit ez a sikítás, bár Kosztolányi itt egy kicsit olyan cinikusan sikít talán.
Mi egy jó plakátnak az ismérve? Tehát nyilván azon túl, hogy hatáskeltés. Ugye ezt gondolom, ez valahol az elsődleges opció kell, hogy legyen, hogy felfigyeljenek a plakátra az emberek. Ezen túl mi az, ami igazán sikeressé tesz egy plakátot? Hiszen ha visszatekintünk évekre visszamenek, akkor nagyon sokat fejlődött kifejező eszközeiben a plakát, mint olyan a plakátművészet. Hát valójában nem tudom. Meg lehet ezt mondani egyáltalán? Igen, ez volt a kérdés. Szerintem nem. Szerintem ez ahogy hozza az akkori hangulat, az akkori elvárás, az akkori szituáció. Itt ugye erre mindenki hatással van szerintem. Legalábbis rám mindenki hatással van, és ezáltal a plakátra, és arra a plakátra, amit én tervezek. Most mondjuk rá, ez a jelenlegi állapotok, ugye a megszorítások, a minden, és ugye itt meg egy azért relatív mainstream, majdnem hogy burzsoá öltönyös, aranynyakláncos, ugye, és mégis lehet, hogy ezt már csak robot tudja elérni, ezt az állapotot. Úgyhogy ezek a, szerintem minden kiatással van rá, de megint csak semmitől se függ. És a színvilággal, hogy azt mondtad, hogy a vörös az azért visszatérő elemed, mondjuk így másodjára. Igen. Tehát, hogy vannak hálás színek? Ilyenkor egy plakát, egy szórólap megtervezésénél? Hát számomra a vörös. A vörös, a szürke és a fekete, ugye, hát ezeket az árnyalatokat. De, és bevallom, hogy néha nehéz is ebből kilépni. Nehéz azért, mert ott nagyon otthon érzem magam. Ennek az öltönynek is szerintem legalább egy 5-6 változata volt. Persze, hogy az első piros volt. Úgyhogy, és rájöttem, hogy nem, persze nem lehet ezt így. Nekem úgy tetszik a legjobban, akkor lett piros cipő. Úgyhogy ilyen kompromisszum, de... Azért kielégítetted magad valamilyen igen, szinten. Igen, valójában a vörös, a vörös, ami a vörös, a szürke és a fekete. És akkor ilyenkor ez hogy működik? Kapsz egy felkérést, mondjuk ez, de... Akár beszélhetünk a Benedek Miklósnak a verses kötetéről is, hogy kapsz egy felkérést, amit ugye valahogy képi ábrázolássá kell tenni, illetve meg kell formálnod a képi ábrázolását. És ilyenkor átbeszéled a szerzővel, vagy a megrendelővel, aztán alszol rá egyet, vagy rögtön neki kezdesz, tehát hogy dolgozol te igazából, mennyire gyorsan, mennyire vagy produktív, mennyire igényled a beszélgetéseket a téma kapcsán? A beszélgetéseket nagyon, ezt mindjárt így helyeselem, mert nagyon fontos, szükséges számomra az, hogy halljam elsősorban az ötletet, hogy mi is az ötlet, nem csak én vagyok az ötlethozó, ugye, és másodszorban meg ilyen, ugye, egy apró elvárások, persze nem szeretem, hogyha keretek közé vagyok szorítva, de ilyen beszélgetések folyamán derül ki, hogy milyen stílusban kellene, hogy legyen az egész. Ugye nem mindig az a jó, amit én úgy gondolok, hogy jó. Mondjuk a Benedek Miklós kötet az abszolút úgy született meg, hogy beleolvastam a versekbe. Szóval ez nem úgy volt, hogy volt képanyag, és akkor összeraktuk a verseket meg a... Bemutatom a Benedek Miklós kötetet, és remélem, hogy nem csippentettem le a portomat. Tehát ez a címadó képe akár a kötetnek, igen, hogyha lehet így nevezni, illusztrációja. Hát itt aztán érdekes megoldást használt, te ugye röntgenképekkel variáltál. Igen, röntgenképek, és hát most nemrég beszélgettünk éppen Mikivel erről, és ő is mondta, hogy valójában neki ilyen volt az előző a kötetében, volt egy olyan vers is, ami röntgenes motivumokat tartalmaz, és hogy valójában vannak ugye ismerősei, akik pont ezen a pályán dolgoznak, és hogy ez ilyen nagyon, közben nem beszéltünk arról, hogy pontosan röntgenképek, úgyhogy ez így összeállt, de így a versek hozták ki ezt. Aha. Ezt a sötét, fekete-fehér, ugye
Szóval így lett teljes fekete-fehérben, ez semmi szín szerintem nem kellett bele, a versek szerintem fantasztikusak, és úgy tényleg ez a kutya motívum, ami a versekben megjelenik, és az szintén itt is magába a csontvázba is beleépül mindenhol. Tehát mondjuk itt, hogyha ránézek erre a borítólapra, akkor számomra világos, hogy nyilván nem ceruzával dolgozol. Nem. De mondjuk, hogyha éppen a dezirés plakátot, el tudom képzelni, hogy akár tervezel is valami ceruzával, de akkor ezek szerint nem, te rögtön a gépnél kezdted. Rögtön gépnél, számomra nagyon fontos a tipográfia, és mondjuk én még azt is számítógépen. Nagyon, amikor nagyon gondba vagyok, akkor szoktam ceruzával skiccelni, de egyébként meg még a betű. Könnyebb a géppel, rögtön gépnél dolgozni? Tehát milyen szabadságot ad neked a gép a saját kező vázlatokhoz képest? Hát ez gyorsít, vagy? Nem is, hogy gyorsít, hanem szerintem ez a klikkelgetés, ez el szoktam menteni a folyamatokat, és aztán, amikor visszanézem, ez nagyon vicces szokott lenni, hogy miből alakult ki, akár ez a Desiré, akár a verses kötet, teljesen más az első szó, köze nincs a végkifejlethez, vagyis hát köze van, ugye, de nem hasonlít. És hát ez a klikkelgetés, szóval én leülök, miközben gondolkozok rajta, megjelenik egy kép, és azt próbálom meg elérni. Mármint vizionalizálsz egy képet, igen. Egy állapotot, egy hangulatot, igen, és ahhoz közelítesz. Igen. És hát azt próbálom meg elsőre megcsinálni. Utána. A kép az mennyire tud téged elvinni? Tehát, hogyha próbálkozásaid során összejön egy montázs, ami ugyan nem az, amit te akarsz, de viszont az is egyfajta önálló produktum már akkor abban az állapotában. El tud-e téged vinni más gondolkodásba, vagy ilyen nagyon katonai gondolkodásként így rád erőszakolod azt, hogy nem, az eredeti elképzelést tartod, és kevéssé térsz el attól? Ó, persze, hogy el tud vinni. Hát abszolút, akkor ugye mindig szejvelek. Szóval mindig elmentek, mindig új mappa, új lap, új minden, és aztán a végén elveszek én is a saját dokumentumaim között, de ez mind nagyon jó, mert nem tudom, rengeteg apró részből áll össze, rengeteg új dologgal, amit berakok, lehet, hogy megváltozik az irány. Úgyhogy és hajlandó is vagyok elevezni másik vizekre, van, úgyhogy estéket átdolgozok egy olyan, olyan anyagon, amiből utána végül nem lesz semmi, de az egy jó anyag, az félre van téve, és hát ha egyszer másra föl lesz használva. Egy táptalaja lesz egy másiknak. Igen, igen. És igazából, Árpi, akkor mit lehet mondani, hogy mennyi idő alatt for ki egy ilyen kész plakát? Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy megfogan, vagyis magyarul megtörténik a fölkérés, egész addig a pillanatig, hogy kiragasztják, tehát hogy készen van már eleve. Hát szerintem ezt így időbelileg meg se lehet határozni. Ahogy elkezd szorítani a határidő, úgy érik be a plakát. Értem, vagy a motiváció, a határidő, az mindenben abszolút, erős. Abszolút, én úgy nem is tudom. Szóval nyugodt vagyok a végéig, mert tudom, hogy úgy is lesz valami. Szóval mondjuk, hogy lehet is, hogy ilyen téren bízok magamban, azért a végén nagyon meg vagyok ijedve mindig, de azért megcsináljuk valahogy mégis. Ez a grafikus dolog, ez hogy jött az életedbe? Hú, nehezen. Az mit jelent? Nehezen. Hát, hogy építészeti iskolába indultam, itt akkor még november 18 volt az iskola neve, most már ugye politechnikai, és valójában Szegeden indultam, 2 évet voltam ott, utána jöttem át Szabadkára, utána Újvidékre mentem. De ott az akadémiára, vagy nem, ott is nem, még azért? Nem, az építészeti egyetemre, és édesapám építész, úgyhogy megpróbáltam a nyomdokaiba lépni. Hát, 3 különböző városban is. Igen, és hát nem túl nagy sikerrel. De azt mondtad, hogy akkor ezt nem is fejezted be? Nem. 2 évig próbálkoztam, igyekeztem. Utána volt egy
keresés időszak, amit nem is tudom, hogy mit kerestem. Tehát akkor már még csak azt tudtad, hogy mit nem, és igen, azt még nem tudtad, igen, hogy mit szeretnél. Mindig szerettem az építészetet, de valahogy nem ment ez a kőkemény matek talán. Aha. És akkor utána dolgoztam is, megpróbálkoztam ilyen másik egyetemen is, privát egyetemen, és hát utána végig a design volt a fejembe, ez nem talált nagy támogatásra elejében a családban, és akkor utána, amikor belátták ők is, beláttam én is, hogy hát más út nincs, akkor megpróbálkoztam, és hát elsőre nem is vettek föl, uh-huh. Igen, akkor dolgoztam még egy évet, és újra megpróbáltam, és aztán fölvettek, úgyhogy... És igazából ott az akadémián, Újvidéken, a Művészeti Akadémián megtanítanak titeket erre a szakmára? Erre a mesterségre? Tehát mire jó egy ilyen akadémia? Mire jó? Hát nekem, én mondjuk még a programokat se tudtam használni az akadémia előtt. Úgyhogy ahogy készültem fel, úgy tanultam például az Illusztrátort használni, ugye, ami én nekem a kedvenc programom. És nagyon sokáig is, nagyon sokáig vektor formában dolgoztam, most ez már azért teljesen más. De például mondjuk, hogy én nekem nagyon sokat segített kifejleszteni a stílust, a munkafolyamatot, talán a magát, a munkaérzést, azt a legjobban. Szóval ezt az átadás, meg voltak a határidők, rengeteget dolgoztunk az akadémián. Úgyhogy ilyen téren igen, egy nagyon jó iskola. Praktikus téren nem épp mindent tanultunk meg, szóval programok például egyáltalán, azt mindent magunk, de em így... Megtanítottak-e titeket például grafikusként gondolkodni és grafikusként látni? Kérdezem én ezt azért, hogy vajon feltétele annak, hogy valaki befejezzen egy akadémiát, hogy jó grafikussá váljék, vagy nem? Hát ez megint csak szerint, nekem feltétel volt. Nekem feltétel volt, van akinek nem. Szerintem kötelező lenne ahhoz, hogy az ember tervező grafikusnak nevezze magát, hogy be is fejezzen egy ilyen iskolát, de hát ez nem olyan, mint az orvosi egyetem, hogy csak az lehet orvos, ugye, aki befejezte. Úgyhogy én nekem feltétlenül szükségem volt rá, hogy befejezzem, hogy végigtapossam ezt az iskolát. Első két évben vértizzadtam, én egy kicsit olyan építészmód is gondolkoztam elég, ugye maga a vektorprogramok voltak a elejében állom a nyerőek, és csak úgy is dolgoztam, ez nehezen is szabadultam ki ebből a bűvös körből, és utána harmadik, negyedikbe jött az, hogy egy kicsit talán magamra találtam ott az akadémián. És megélhet egy szabadúszó grafikus, vagy valahol előbb-utóbb el kell kötelezned magad valami mellett? Tehát milyen a piac? Mennyire vevő a grafikusok számára, vagy a grafikus szakma számára? Hát kaparni kell nagyon, hogy az ember meg tudjon élni ebből, de amikor valami meló jön, az nagyon jó, és lehet élvezni ugye magát a munkafolyamatot is. Neked például mik a terveid a közeljövőt illetően? Hát én mivel most diplomálok mesteren január vége felé, és hát tanári képzés is van az akadémián, ugye, tehát tanári diplomám is lesz, úgyhogy mindenféleképpen tanári állásban is gondolkodom. Eleve szeretek gyerekekkel foglalkozni, úgyhogy ez nem is esik nehezemre, igen. Civil szervezetünk is van, ugye Kulán, és ott általános iskolás gyerekekkel foglalkozunk az EcoArtban,
Úgyhogy... Na azért tantermi munka egy kicsit más. Igen, de persze. Még szép, igen. De hát nagyon volt ugye metodikából volt gyakorlat minden, ott is nagyon jó volt a gyerekekkel. Még csak egy rövid záró kérdés, megrendelés van-e már következő munkaterén? Van. Szabad róla nagyon röviden mondani valamit? Szabad. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel dolgozunk most egy nagy könyvön. Hát ez már egy ideje folyamatban van, de reméljük, hogy majd szép és jó lesz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Érdemes lesz a fiatalembert végigkísérni, ígéretes tehetség. Köszönöm szépen.